Róna falu, és még azért, mert van egy ilyen, hogy Róna faluét baráti társaság. Ugye múlt héten a Jónás telep baráti társaságot hívtunk, vagy ők kik voltak, baráti kör, Jónás telep baráti kör. A problémákról, lehetőségekről beszélgettünk. Anettet hívtuk, Anettet, igen, ővel beszéltünk. És hát most gondoltuk, hogy akkor mi lenne, hogy egy másik település részt is bemutatnánk. Még mindig nem hagyjuk Nórit. Hát nem is hallok senkit a fülembe, szóval most ilyen szabadon érzem magam, hogy bármit mondhatok. De most már fogunk hallani. Szuper. Igen, mindjárt megoldom. Szóval ma is hívunk ennek a baráti körnek egy vezetőjét. Na, Nóri? Elnökét. Most már itt van Nóri. Hello, szia Nóri. Hali. Szia Nóri. Most már az adásban. Itt volt, csak senki nem hallott. De most már hallunk. Oké. De te még nem hallasz minket. Nem, még de nem. Mindjárt fogsz. Szóval hívjuk az elnökét. Több kérdés is van bennünk, meg több feltevés. Ezzel a nagyon gyönyörű városrészsel kapcsolatban voltatok már Róna falun, Róna bányán? Máté? Hát a közelmúltban nem. De átutazóban meg? Tehát, hogy vannak emlékeid, hogy néz ki? Körülbelül, igen. Átutazóban. Ez pontosan egy tökéletes szó rá. Tökéletes szó, igen. Tehát így a... Jaj, Róna! Gábor? Sejtem, hogy hol lehet. Szerintem nem mondod, át is utaztam rajta, és már ismerek olyat, aki már majdnem volt is ott. Ez nem mondod komolyan. Na jó, nem ismerek olyatokat. Nem, már hogy oké, még a Jónás telep lehet, hogy kiesik az ember életéből, de Róna falu? De már együtt is voltunk ott, nem egyszer? Vagy akkor Gábor nem volt ott? Én nem voltam. Gábort elviszük oda. Mutassátok. Oké, jó. Mutatjuk az utat. Arra. Arra. Ja, vagy arra? Arra. Mehetek, és akkor... Lehet látni. Na de viszont. Csörgetem. A vendégünket. Van telefonál. Aki jobban ért ehhez. Egyébként ő ott lakik, vagy ezt meg megkérdezzük tőle? Megkérdezzük tőle. Ágnes fogjuk hívni, ha minden igaz már. Kicsen, és itt lesz majd a fülünkbe. Nem látok. Ha minden igaz, akkor itt van Ágnes, nem tudom, hogy halljuk-e őt. Halló, halló! Halló! Jó estét, halló, kívánok! Jó estét! Jó estét! A műsorban, itt a hashtag megvitatjukban. Egy kicsit nem felvezettem a témát, említettem, hogy van ez a kis egyesület, vagy kis baráti kör, aminek te vagy ön az elnöke. Bocsánat, előzést nem tudom. Egyébként nekünk a tegező viszonyban megszokva a műsorban, hogy lehet egyszerű. Nem tudom, ezt nem illik fel. Én megengedem. Szerintem te is a Bartók vodába jártál valamikor? Nem. Nem tudom. Nem oda? Csak az Ádám. Ádám, ő a testvéred, igen, vagy? Igen. Csak igen. De egyszerűbb lesz, hát akkor a Pizbali Ádám volt, óvodásom, úgyhogy... Na, mi egy kisvárosban élünk, kicsi a világ. Szóval így akkor, van, kisváros, és mindenki ismer. Szóval akkor te vagy ennek a... Úgyhogy nyugodtan tegleszed. ...elnöke, és mielőtt így belevágnánk a magába a városrész bemutatásba, te egyébként ott laksz? Egyébként Róna faluban lakom, így van. 89-től. Én nem ide valósi vagyok, nem vagyok tőzsgyökeres salgótarjáni, úgy mondják itt a faluban, hogy gyütment vagyok. Gyütment vagyok, a falusi, és... A falusiak ott az ott lévők, hogy aki nem ott lakik, az gyütment? Hát, aki nem ott lakik, az valahonnan gyütmegment. Annyira szép minden, hogy nem megy el. Hát nyugodtan megkapaszkodhattok, 88-ban 280 ezer ér kétszintes háza. És akkor ezt szépen felújítottuk, rendbe tettük, és azóta is itt élek. És akkor 96-ban, akkor még Politka Róbert neve, nem tudom, biztos a városiaknak sok mindent mond. Igen, a Petőfi iskolában volt tanító, és ő is Róna falusi volt, és ő csinált itt egy nyugdíjas klubot. Uh-huh. És akkor, hát mi, és az én gyerekem akkor volt 8 éves, és egyszer csak szaladt befele, hogy anya, itt valami borzasztó dolgok történnek. Mégis micsoda? Hát farsang volt, és a fél falu be volt öltözve bolondnak. Ilyen nincs a világon.
Tehát itt sebesültek, menekültek, szörnyet, tehát borzasztó siratóasszonyok, mindenki ordított, mindenki jókedvű, mondtam, ilyen nincs a világon, hova kerültem? És akkor Robival felvette velem a kapcsolatot, hogy hát akkor ketten voltunk értelmiségiek a faluban, és akkor, hát hogy segítsek. Segítettem, hogy akkor először a nyugdíjas klubban, mondom, kirándulás, ez az amaz. Van egy kis közösségépítő vénám, minden mellett, hogy pedagógus vagyok. És akkor, hát nyáron, ugye 50 forintért vittünk a Ceredi busszal Fürödni Egerbe. És akkor olyan 20 ember jött össze, a busz meg sokkal több személyes volt, egyszer csak jöttek a fiatalok. Hát ilyen nincs, hogy csak az öregeket viszem el, akkor a fiatalokat. Hát a fiatalok már 20 év körüliek voltak akkor, és akkor azon a nyáron lett egy szándék, hogy hát, hogy nem lehetne valamit, vagy hogy mind, és akkor 96-ban a peremkerületi kultúrházakat meg kellett menteni valahogy. Valahogy megmenteni. Lett volna belőle turkáló, lett volna belőle vállalkozónak, valami raktárhelység, minden lett volna, de ehhez egyesületet kellett alapítani. És akkor 96. január 14-én összeült a fél falu, hogy mi legyen, kitaláltuk a nevét, és szegény Alkovics Gyuszi bácsi segített megírni, mit, meg hogy, meg a régi művelődési házba legépeltünk, elfogadtattunk bírósági hivatal, és lett belőle egy egyesület. 96-ban. És akkor tulajdonképpen ja. Azóta működik a dolog. Hogy lehet megfogalmazni a tevékenységét, vagy mi a célja tulajdonképpen? Mi az, amiért alakult? Milyen tevékenységet végeznek? Kulturális élet, tűzművelődés, közösségteremtő, hagyományápolás, aztán egy kis sport is volt benne 13 évig, úgyhogy volt Róna kupa, de a sport most csak úgy van benne, hogy ha valaki felkér bennünket, hogy segítsünk a szervezésbe, de főleg ilyenre gondolok, hogy íjászat, ilyenre gondolok, vagy tájfutóverseny, volt itt egy nemzetközi tájfutóverseny 6 éve, 5-6 éve. Tehát ilyenekben, ha segítséget kérnek, akkor nagyon, ha most a kerékpárosok, nagyon szeretjük, mert nagyon kulturáltan jönnek, és tényleg nem okoznak gondot senkinek, hogy ők egy gyorsasági távot csinálnak Cered és Róna között. Ebbe is adunk helyet, kiszolgáljuk őket, várjuk őket szeretettel, tehát így van a sport benne, és 2009-től pedig, hát itt a faluban sajnos a tűzoltó parancsnok bácsi meghalt, és a fiú hát két és fél évet gondolkodtak, hogy mi legyen. Itt a önkéntes tűzoltóknak nagyon nagy hagyománya volt a faluban. Tehát mindent ezek a fiúk csináltak, vagyis férfiak, idősebb, fiatalabbak, mindent az égvilágon, tehát a falu tisztántartását, a tűzvédelmet, a fakivágásokat, a májusfa állítást, mindent ők csináltak, és akkor hát én csak oda mentem hozzájuk, hogy egyszerűen ezt az értéket nem szabad hagyni. Hogy próbáljuk meg valamit ezzel kezdeni, hogy olyan egyrészt tárgyi értékek vannak felhalmozva, másrészt pedig mondom, ez akkora érték, hogy összefog így is a falu, és akkor belekapaszkodtam abba az egy mondatba, hogy környezetvédelem is a mi profilunk, a szépé varázsolás, a környezetünknek minden, és akkor környezetvédelem, tehát tűzvédelem is. Hmm. És elfogadta a cégbíróság, úgyhogy 2009-től önkéntes tűzoltóparancsnok is vagyok. Jó, nem semmi. Nagyon-nagyon. És ezt nagyon szívesen csinálom, és el is végeztem a 40 órás tanfolyamot, a tűzoltás vezetői
hogy alaptanfolyamom is van, nem csak úgy csinálom, hogy nem értek hozzá. Ez borzasztóan sok, sok minden lehetőség. És ha szabad megkérdeznem, akkor, akkor a hely, maga a táj, milyen lehetőségeket rejt? Hát ez egy nagyon pici kis falu. 4 utcája van, 3,5, és a lakosság összetétele is olyan, hogy 4 nép köré csoportosult. Turitka, Hajdara, Janák, Kadlók, itt mindenki. Mindenki, aki nem gyűjtment, az mindenkinek ez a neve, vagy az anyukája, vagy az apja, valami, tehát valami közre van ehhez a 4 névhez. És amúgy pedig betelepült még a réges-régen szénégetők. Ők voltak ezek a felvidéki magyarok tulajdonképpen. Betelepültek, és itt voltak a szénégető dombok, amikor még a szénbányászat még nem indult el, és akkor letelepettek itt. Aztán bányászok lettek, ők belőlük lettek az első bányászok, és az 50-es években épült jobban a falu, akkor épültek a házak nagy része, és akkor a csodálatos kilátás. Hát az valami pazar, tehát én Dunakanyarból származó vagyok, és az én rokonságom idejön, és azt mondta, hogy hogy találtad ezt meg. Nem, gyerekek, 1/2 órával később megy le a nap. Az biztos. Ha a városba köd van, itt pucsít a nap. De ellenkezőleg is, ha itt köd van, akkor a városban van jó idő. Van egy egyedül mellett, úgy hívjuk, hogy Verebes, és az időjárás választó vonala. Ha a városban jó idő van, akkor itt hűvösebb van, vagy pedig fordítva. Tehát ez érdekes megfigyelés is, meg ez így is van. Úgyhogy, hát mikor én megláttam, hogy itt pucsít a nap, és olyan naplementék vannak, hogy gyönyörű, tehát nem kell hozzá sehova menni, csak kinyitom az ablakot. És hát ez nekem rettentően megtetszett, meg hát szerintem az itt élőknek is. Jó emberek laknak nagyon. Jó. Hogy nagyon jó emberek laknak, tehát segítőkészek, magukra vannak utálva, bányászok vannak. És ha szabad megkérdezni, az önrokonsága mit vett először észre, vagy mi az a nevezetesség, vagy fontos információ, amit mindenképpen fontosnak tart, hogy tudjunk róla faluról? A nyugalom, akkor a jó emberek, a kilátás, tehát aki idejön, az egyszerűen a csodálatos a kilátás. Aztán a medves fensíkon a mágneses erőteret. Hogy azt nem mondja ki senki, de valami ott történik. Ott valami történik a réti kereszt körül. Hát ott nem tudjuk a tudományos hátterét, de hogy az biztos, hogy aki Róna falusi nem dolgozott munkahelyen, csak mindig itthon volt, és a földeken dolgozott, kint a medvesen, meg csak hazaért, meg minden, az a 90-95 éveket ért meg. Tehát ez is mond valamit, hogy valami földkéreg, vagy valami ott, valami nem úgy van a bazalt alatt, hogy ott tényleg van valami erő, és most is járnak így gyógyulni oda. Kiüldögélni oda réti kereszt környékére, tehát az olyan megnyugvás, vagy lelki megnyugvást ad, de valami biztos, hogy van. Valami gondolja. Tehát ezt az én rokonságom is azt mondta, hogy az érintetlensége. Tehát, hogy nincs megbolygatva, hogy nem mennek vadosok, nem mennek autók, kirándulunk, de csak sétálunk, és tényleg kirándulunk. Meg hát a három vagy 2 darab várat látunk, a harmadikat csak nagyon ritkán a fülek itt, hogyha kicsit magasabbra megyünk a kilátóba. De hát 2 várat egyszerre látni, az csoda. Elképesztő. Az csoda. Elképesztő. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Úgy tűnik, hogy ez a világnak a legszuperebb helye. Most elmegyünk egy picit zenélni, aztán pedig vissza fogunk térni erre a dologra, és megkérdezzük esetleg, hogy van esetleg valami probléma ott. Itt is van velünk Ágnes, hogyha minden igaz. Halló, halló!
Igen, itt vagyok, haló. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk, tehát bemutattuk szépen Róna bányát, megtudtuk, hogy néz ki, megtudtuk, hogy ott a nyugalom, a fő... Róna falut. Falut, igen, bocsánat, mindig Róna bányát mondok, bocsánat. Tehát, hogy Róna falut és környékét megismertük, ahol a nyugalom a fő szempont, vagy a fő erény, mondhatjuk így is, illetve a természet, az, hogy ott más az időjárás, ami néha jó, néha nem. De egyébként tényleg az, hogy amikor a völgy télen mondjuk 2-3 napig ködbe van, ott meg hétágra süt a nap, hát ki kell már oda menni és napfürdőt venni. Aki meg ott lakik, az nagyon-nagyon szerencsés ezzel kapcsolatban. Illetve ez nagyon tetszett, hogy kiemelted, hogy fél órával később megy le a nap. Azért sokat számít. Tehát, nagyon sokat. Nagyon sokat számít. Tehát a völgybe, hogy mondjuk ott lemegy már 4-kor, és akkor ott még az fél 5-3-5-kor is látni a naplementén. Akkor az egy másik időzóna? Az egy másik időzóna. Ó, oda költözöm. Így van. Ott kell venni telkeket. Ezt sokan tudják. Úgyhogy lehet, hogy meg is előznek minket. Na viszont, problémák. Vajon vannak ott is problémák, vagy ott ennyire jó a helyzet, hogy minden fényes és csupa jó? Probléma mindenhol van. Probléma mindenhol van, így szerintem. Van. És mik ezek? Mindenhol van. Hát az előregedés, az sajnos az nem egy jó dolog, hogy aki hadrafogható, vagy szeret a közösségé valamit tenni, azok már mind 70-80 évesek lesznek, vagy már vannak, és egyre kevesebben vagyunk a település részen, sajnos az elhalálozás is jellemző, és akkor a természetes környezetünk az nagyon szép, meg minden, de a tisztántartása, meg a gazdája rajtunk kívül, azt szeretnénk egy kicsit jobban, és hát a Covid miatt megszakadtak a tárgyalások a Bükki Nemzeti Parkkal, meg egyéb szervekkel, akivel tudtunk volna ebbe lépni, hogy igen, tegye le az autóját, és úgy menjen a Magyarorsi kilátóba, hogy legalább 100 métert kiránduljon. Tehát ezek problémák. Hát ugyanúgy a szemét ügy az probléma, hogyha már egy ilyen szép környezetbe jövünk, akkor a szemét is ne legyen körülöttünk, tehát ez is probléma. És hát mi úgy magunktól szoktunk szedni, meg csinálni, meg ilyesféle, de ebben még tárgyalások folynak, hogy jó lenne erre valamilyen embert találni, mert hát városhoz tartozunk, és jó lenne olyan ember, aki erre hajlandó is megcsinálja. És egyébként ilyen infrastruktúrális szempontból, tehát hogy ugye úgy emlékszem, hogy mostanában vezettek oda micsodát, szennyvíz csatornát, hát igen. Várjuk a végét. Is felbontották, és hogy tehát hogy még nem sikerült visszakapni a megszokott út minőségét tulajdonképpen. Igen. Uh-huh. És erre hát, van... folyamatban van. Aha, hogy folyamatban meg fogják csinálni. És bízunk benne, hogy az ígéreteknek megfelelően lesz, mert amikor megtaláltuk a kivitelezőt, akkor mindig hajlandó volt jönni, és házról házra járt, és házról házra a saját problémáját mindenkinek próbálja megújítani. Éppen a héten én még dolgozom, ha bár már elég idős vagyok, de dolgozom, és estefele érek haza, és mondom, árok van kitakarítva, de jó, azt mondatúzva van. Tehát hajlandóak arra, ami a kérésünk volt, reméljük, hogy mindenkinek, akinek gondja volt, akkor ezt orvosolni is tudják. Hát jövő március a határidő, hát reméljük, hogy ezt tartani tudják, és ezzel is hát gyarapodunk, és reméljük, hogy jó is lesz, hogy nem fog meghibásodni. Az utakat éppen ezért közös erővel, tehát az önkormányzat is, és a csatornázási felelősek megjavítják, és helyrehozzák. Mindent megígértek. Uh-huh. És abból a szempontból, ugye, hogy ugye jövő március a határidő, de eddig még jön egy tél, és ott ugye Róna faluról azt lehet tudni, hogy azért ott vannak szépen dimbek, dombok tulajdonképpen, és nehéz feljutni oda, hogy fogalmazzunk így. És ugye ilyen szempontból akkor autóval is nehéz talán járni, illetve közlekedni, meg úgy tudom, hogy a busz közlekedés sem a legjobb olyan szempontból, hogy... Igen, ebben is. Igen.
Hát a buszközlekedéssel kapcsolatosan a tárgyalások folynak, hogy erre valami megoldást találjunk, hogy mi távolsági busszal utazunk, de mégis város vagyunk, és akkor ez egy kicsi faramuci helyzet, hogy erre valami megoldást kell keresni. Úgyhogy nekünk is volt ötletünk, mint falusiaknak, hogy lenne, mint lenne, és ennyit választ kaptunk, hogy a tárgyalások folynak még. Reménykedjünk, hogy jó irányban haladnak. Én autóbusszal közlekedem, és örömmel mondom, hogy szuper 21. századi busz jár most. Új buszokat kaphatunk a volán, ha még az a neve. Úgyhogy meg Nobel-díj ezeknek a sofőröknek. Tehát amikor hóhelyzet van, és szakad, és akármi, egyetlen egy percet nem késnek, és ha tényleg gónos van, vagy valami, akkor pedig mentesítő járat jön azonnal, hogyha valami történik. Valami történik. Hát voltak esetek, de hát mit tudom én, 10-15 éve jött a sofőr, és akkor a kanyarba már nem tudtunk hova menni, csak a nagy hóba, mert úgy csúszott a busz, és akkor annyit mondott, hogy ugrás mindenki be az erdőbe. Tehát ilyen esetek azért voltak. Ilyenek voltak. De hát ez hozzátartozik a római élethez, hogy meg gyalogmenés, zokni, tehát három pár zokni, az mindig van a busz megállóban. Tehát ez mindig, amikor únus van, tehát bot, és három pár zokni, az van. Tehát, hogy mindenki haza tudjon érni. Úgyhogy, de hát mondom, egyre kevesebben vagyunk. Igen. És hogy mit gondol arról, hogy tényleg így most lehetne, nem tudom, nagyot álmodni, vagy ilyesmi, hogy mire lenne a legnagyobb szüksége a település résznek tulajdonképpen, ami tényleg így könnyen megvalósítható lenne, és mondjuk, nem tudom, csak anyagi akadálya lenne. Tehát, hogy mi az, amire így leginkább szüksége lenne az ott lakóknak, amit így ki tudna emelni? Hát, ezt így nehéz megmondani, mert kinek mi. Tehát vannak igények, vannak elképzelések biztos, szoktunk erről beszélgetni, hogy amit mondtam, hogy a kilátó, a magyarországi kilátó környékének szabályozása, tehát szemetes, egyebek, valami parkolási lehetőség, ha tényleg autóval jön ki valaki, akkor tudja letenni az autóját. Igen, főleg a Covid idején, tehát amikor kiszabadult mindenki, hogy valahol menjen és szabad levegő legyen, hát szinte zarándok hely. Rengetegen jöttek ki, és hát a környezet az nem annyira szép, hogy vonzó lenne. Úgyhogy ez nagyon jó lenne, ha sikerülne. Aztán volt a Bükki Nemzeti Park fele egy ötletem, hogy annak idején nem volt befásítva a középső része a településnek, és akkor most befásított egy olyan 10 éve a Bükki Nemzeti Park, és ezek a fák nagyon szépen megnőttek. És a bejáratnál, tehát a falu bejáratánál volt egy kis pihenőhely, még nyársaló helyet is csináltunk oda három paddal, hát ha valaki leül a padra, akkor a fának a törzsét látja. Tehát nem lát panorámát. És akkor mondtam a Bükki Nemzeti Parknak, hogy én járom az országot erre, arra, amarra, mondom, olyanok is csinálnak kilátót, akinek még egy 3 centis dombja sincs. Mondom, hogy miért nem lehet olyat csinálni, hogy két oldalt lépcsővel feljáró, és akkor fölmész 3 méter magasra a fák fölött, és mindent látsz. Mondom, hogy ilyen ötletem volt neki. Mondom, ez lenne a kisebb kiváltó, utána menne 100 métert, és oda meg a nagyobb kiváltó a Magyarországba. Tényleg fel tud menni, hogy onnan gyönyörű a panoráma, meg tényleg mindent lehet látni a Tátra hegyeitől kezdve mindent, Bélapát, Falvát, tehát tényleg nagyon messzire lehet látni. De hát ez ugye jött a Covid, aztán nem tudtunk tovább beszélgetni erről, hogy mondtam, faanyag, innen, onnan, amonnan, így, úgy, én nagyon hamar el tudnám képzelni, de hát én csak mindig ötletet kapok. Hát és abból a tekintetből, hogy múltkor pont sétáltunk arra, és találkoztunk Kovács Bodor Sándorral, mert ugye neki is van ott egy
hagyták, és pont nézegettük ott az ilyen leomlás szélén álló pajtákat tulajdonképpen, és hogy esetleg van-e arra valamiféle, nem tudom, lehetőség, vagy egyáltalán bármiféle indítatás bárki részéről, hogy ezeket a pajtákat, mert ez is egy ilyen úgymond értéke lehetne a település résznek, hogy megmentjen valami úton. Magánkézben van, tehát erről nem tudom, hogy mit lehetne, hogy lehetne. Uh-huh. Magánkézben van. Uh-huh. És egyébként milyen a biciklis forgalom ott a Medvesen és környékén? Az elég szép, tehát amikor jó idő van, akkor jönnek keresztül, jönnek Salgó felől, és akkor milyen jó, hogy azt a kutat is az egyesületünk ötletéből állították be, a díszkutat, annak idején 2000-be, és akkor még volt olyan vendégségi napunk 2008-9-ig, hogy bor volt abból a klubból, vendégségi napból. El lehetett azt is intézni, most már nem lehet ilyen. Hogyha már igen? Így a vendéglátás, vagy vendégségre rátértünk, hogy van valami ilyen kiszolgáló egység, ami akár a helyieket, vagy az átutazókat, kirándulókat mondjuk kisebb elemúzsiával ellátja, ilyen kisbolt, vagy ilyen kis büfé? Nincs. Sajnos nincs. Tehát stabil, ami itt van a településen, olyan nincs. Mozgóboltunk van, ezt is az egyesület egy kirándulás alkalmával Salgón láttunk egy mozgóboltos, jó napot kívánok, ön Rónafaluban nem szeretne eljönni, és 15 éve jár hozzánk. Kedden, csütörtökön és szombaton. Úgyhogy ez az ellátásunk, hát ez Covid idején megrettentően. Amit csak kértünk, bármit, mindent hozott. Úgyhogy ő a mindenki Lacia. Úgyhogy ő nagyon rendes, és reméljük, hogy nem is fog másfele menni, pedig Széchenyből jár. Tehát nem a szomszédból. Úgyhogy hát ilyen stabil boltunk az nincsen. Tehát a buszon úgy vettük észre, hogy tehát 20 forintért is inkább bemennek érte. És akkor aki itt próbálkozott bolttal, annak nem sikerült. Nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye mi több szempontból foglalkozunk azzal, hogy próbáljuk úgymond ide csábítani az embereket, hogy költözzenek Salgótarjánba és környékére. És az lenne igazából a kérdésem, hogy többen, vagy hát probléma az is, hogy ugye kihalnak úgymond az emberek, lehet, hogy ez csúnya megfogalmazás volt, de hogy elöregedés, és úgymond akkor gondolom, lehet, hogy sok ház üresen marad, hogy volt erre bármiféle ilyen megfigyelhető események, hogy mondjuk valakik ilyen fiatalokként oda költöztek, illetve ők tudnak-e utána beilleszkedni a helyi közösségbe? Beilleszkednek, most is van két fiatal család, aki ide érkezett, itt vett ingatlan, uh-huh. és akkor a mi sorainkba belépnek, de hát ez még kevés, ez uh-huh. kevés, vagy két család. Akinek tehát eladott ingatlan volt, az vagy úgy vette meg, hogy nem állandóra, hanem csak néha-néha ide érkezik, és itt pihenget, úgyhogy azért vásárolta meg. Tőzsgyökeresnek meg kevés. Inkább, hogy itt maradt a nagymama házában, olyan azért van, vagy a nagyszülők, vagy a szülők házába itt maradt. És hát ők sem sokan vannak. Tehát idős a lakosság jobban. Köszönjük szépen, 70-75%-a. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál ilyen késő szombat esti órákban, és hogy meséltél nekünk kicsit a település részről. Szerintem izgalmas, mert itt lakunk, de mégis vannak olyan eldugott részek, amit nem nagyon ismerünk. Ez csak érdekes, sohasem voltam, igaz. Szerintem el kell menni erre kirándulni. Kirándulni, sétálni szeretne, jó levegő lenni, és tényleg a napfelkeltét, meg napnyugtát megnézni. Lehet, hogy teszünk majd egy ilyen köt is Gábornak, megmutatjuk Rónafalut. Mindenképp.
Köszönjük szépen neked, sok sikert az egyesülettel, és minden jót. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönjük. Minden jót nektek. Köszönjük. Szia. Hát, nagyon izgalmas volt megismerni egy újabb települést részt, ami itt van a városban, de még sincs itt. Fent van. Tele van ilyenekkel az egész. Tehát igen, kis. Olyan kis kincsekkel, amikről nem is tudsz, hogy van.